A háromszoros bajnok kolozsvári csapat edzőjeként tért vissza Győrbe, ezúttal ellenfélként Mirjusza László, a 90-es évek Etójának nagy kedvence, aki 23 góljával az Etó történetének második leggólerősebb légiósa, Igor Nyicsenko mögött egy találattal. A máig méltán közönségkedvenc irányító az első félidőben azt láthatta, hogy ezúttal a narancssárgában játszó zöldférek alig engedik át a térfelükre az ugyancsak Európa Ligára készülő csapatát, és sokszor alkalmazva a letámadást igyekeznek labdát szerezni akár a 16-os környékén. Az egyik legnagyobb lehetőséget is ez hozta. Andrić ugyanis nem hagyta nyugton a védőjét és lecsapott a röviden továbbtett labdára, de a cser után nem szorította le eléggé a lövést, így az jócskán elkerülte a kaput. Különösen a bal oldala volt aktív a csapatnak, a védelem vagy a középpályásor többször megpróbálta az ellenfél háta mögé juttatni a labdát, de a románok kapusa rendre jól lépett ki a kapujából, mint itt is. A csapat védekezésében a mezőnyjátéknál nem volt hiba, a pontrugásoknál viszont Jonut Lajra kétszer is tisztán fejelhetett. A szöglet még nem hozott gólt, de az első félidő utolsó percében a beivelt szabadrugás már igen, így a vendég csapat némi meglepetésre előnyhöz jutott az első játékrész végén. Az első félidő az egy nemzetközi szintű mérkőzésnek felelt meg. Szerintem két közel egyforma csapat játszott egymással. Fizikálisan mind a két csapat nagyon rendben volt. A védekezést szerintem nagyon jól csináltuk. Most az, hogy kaptunk egy gól pontrugásból, ez benne van, nem készültünk külön most a pontrugásokra egyáltalán, úgyhogy ez nem is nagyon érdekel. Az viszont igen, hogy egy ilyen ugye nemzetközi tapasztalattal is jól bíró csapat ellen, én azt gondolom, hogy maximálisan helytáltunk. Támadásban lehetett volna egy kicsit több, de mivel ugye felkészülésünk közepén járunk, ahhoz azért némi frissességnek lennie kell, hogy a támadások gördülékenyebbek legyenek, de mondom, a védekezés és az agresszivitással nagyon elégedett voltam, rengeteg párharc volt a mérkőzésen, amiből szerintem elég jól jöttünk ki. Úgyhogy nagyon sok ilyen mérkőzésre lenne szükség. A második félidőben az Eto mindent megtett az egyenlítésért, de ez nem sikerült. Közel járt a gólhoz Rudolf Gergely is, aki Kronavetter mesteri indítását lőtte a kapu mellé. A szélső védők is bátran kísérték a támadásokat. Wolf feltűnése a 16-os környékén mindig veszélyt hordozott magában, de a gól ennek a támadásnak a végén is elmaradt. A jamaikai hátvéd akár maga is bevette volna a fehérmezesek kapuját, de az ő fejese is mellé ment. Pontosak voltak Völgyi Dániel keresztlabdái is, de nem véletlenül nyerték meg a kolozsváriak a legutóbbi hat román bajnokság felét, és jutottak fel háromszor a BL főtáblára. Masszívan, egymás jól kisegítve védekeztek, így megóvták kapujukat a góltól. És a szerencse is mellettük volt, hiszen Dudás Ádám lövése például a kapufán csattant, így a meccs végén Horváth Ferenc gratulálhatott korábbi csapattársának, hiszen a kolozsváriak 1-0-ra legyőzték az Etót felkészülési mérkőzésen.